Isten hozta önöket. Ennek az országnak a nagy része azt tanulta annak idején az iskolában, hogy mi a finnekkel vagyunk rokonok, és hogy a besenyők elől menekülve valahogy pánikszerűen törtünk be a Kárpát-medencébe, aztán valahogy itt ragadtunk. Bár egy kicsit ellentmondott, már emlékszem gyerekfejjel is arra gondoltam, hogy aztán annyira megerősödtünk, hogy közel 5-700 esztendeig tőlünk rettegett Európa. Szóval hallottunk még Hunorról és Magorról, amúgy legendaszerűen, és egyébként pedig hát nagyjából ennyi, amit a régmúlt időkről el lehet mondani. De ha önök ezt nem hiszik el, vagy azt gondolják, hogy nem egészen így van, akkor most várom önöket az elkövetkezendő egy órában. Segítenek nekem az új gondolatok elhintésében két vendégem, Varga Csaba, kőkori műveltségkutató, illetve Kárpáti Gábor a Hunideál Szellemi Alkotóműhelytől. Hát először is magyarázzuk meg, Csaba, ezt a kőkori műveltségkutató titulust, mert ez még régebben megy, mint a honfoglalás, vagy amikről még ma beszélni akarunk. Sokkal-sokkal messzebben. Én átugrottam ezt a rettentően zavarosan értékelt kort az utóbbi 3-4 ezer évet, de nem mint történész, nem mint nyelvész, hanem én a betűket kezdtem el, az írásjeleket nézegetni, úgy szépen együtt, és bizony kiderült, és elegendő lelet is van hozzá, hogy a nagybetűs ABC-nk, amit ma alkalmazunk, az bizony 30-40 ezer évvel ezelőtt már létezett, kicsit bővebb volt, egy kicsit másképp rajzolva, de őrizzük mi ezt az ősi, igen ősi jelsort eredeti formájában is, ezt hívjuk Szkíta Hun Székely Magyar ABC-nek. Na én elévén csöppentem bele ebbe az egészbe, és azért sok érdekes dolog kiderült. Gábor pedig ugye azért van itt, mert elég markánsan azt a vonalat képviseli, hogy nekünk semmi közünk a finnugorokhoz, vagy legalábbis nyelvi rokonság kapcsán esetleg vannak átfedések, de a genetika azóta már azt bebizonyította, hogy gyakorlatilag kevés olyan népcsoport van, amitől távolabb állunk a géntérkép alapján. Ez egy kicsit bezavart a hivatalos tudományos körökben. Szóval, mi azt állítjuk, ja, hogy... Mi azt állítjuk, ugye, ami a Hunidában is benne van, hogy Szkíta Hun magyar eredettel jöttünk mi a Kárpát-medencébe, és tehát maga ez az eredet tartalmazza akár a sumér, akár a hun, akár a szalmata, akár a pártus közös eredetet, ami nem feltétlenül vérségi eredetet jelent, hanem egy olyan, legyük úgy, hogy egy olyan fordított életfa különböző ágai vagyunk, amelynek a gyökerei az égben vannak, a törzse ugye átív a lég és föld között, és maga a lombkoronája az ágaival pedig itt a földön található meg. Ennek egyes nyúlványai a különböző rokon népek, ami hát véleményünk szerint ebben a lombkoronában a finnugorok és a finnek nem helyezkednek el, nem úgy, mint hogyha bármi bajunk lenne a finnekkel, csak hát ezek nem mi vagyunk. Egyébként ők nem is gondolják így. Tehát a finn iskolákban nem tanítják ezt, hogy mi rokonok lennénk. Én azért, ha engedjék meg, hogy nagyon-nagyon összefoglalva elmondjam azt, hogy ugye gyakorlatilag négy fajta magyarság eredetet magyaráznak. Az egyik, amiről beszéltünk, a finnugor. A másik az egy belső ázsiai és onnan ide vándorló magyarság. A harmadik egy mezopotámiai, amely a sumer rokonságot feltételezi, vagy sumer gyökereket feltételezi, bár ott vannak problémák, mert ugye a történetírás szerint a sumerok egyszer csak egy óriási műveltséggel és kultúrnövényekkel, stb. Ezek csak úgy megjelentek a semmiből, ami nyilván hát valahogy magyarázni kell. Illetve van egy olyan feltételezés is, hogy a magyarok, vagy a magyarok ősei a Kárpát-medencéből indultak el azokra a vidékekre, amelyeket említettünk, és visszatértek. Az utóbbi három ez nagyjából át is fedi egymást, illetve összekapcsolható. De kezdjük akkor ezek szerint még régebben. És azért, hogy gyorsan feldobjam a labdát. Csaba nem kevesebbet állít, mint hogy a ma magyarnak nevezett nyelv kitalált nyelv. Legalább 45 ezer éve találták ki. 40-nél kevesebb szóból és betűből építették fel. Ez Európa ősnyelve, és benne, mint a bölcsőben nevelkedtek fel, váltak kultúrnyelvé az úgynevezett indo-európai nyelvek, beleértve az ógörögöt és a latint is.
illetve hogy a magyarnak nevezett nyelv csak nem teljesen tisztán őrzi az eredetét, belőle visszafejthető a kezdet. Most mielőtt még erről elkezdünk beszélni, ebbe ez a hunszkít a sumér örökség belefér? Tökéletesen. Jó, akkor kezdjük 45 ezer évvel ezelőtt. Igen. Végül is az mondható, hogy népeink közül utoljára a hunok emelkedtek föl. De ha időben elkezdünk visszafele haladni, akkor egyszer csak nincs hun, nincs nép. Nép, akit hunnak neveznénk. Vannak szkíták ugyan, de még hátrább megyünk, távolabb vissza a múltba. Már szkíta név sincsen. Emberek viszont vannak. Én alapvetően a Jel-Jel-Jel című könyvemben bizonyítottam be, hogy a mi műveltségünk egy Európa ősi népének a műveltsége, és az 30-35 ezer évig visszavezethető, nagyon jól egyébként, elegendő lelet van, íráslelet, számlelet, számneveink is akkoriak. De a történészeknek, régészeknek köszönhetően ez 43-45 ezer évre ment vissza. Szerencsére támaszokat is kaptam váratlanul, például Szabó István Mihály akadémikus, aki összegyűjtötte a legújabb genetikai régészeti leleteket, és a következő derült ki, ez a História tavalyi 5.-6. összevont számában meg is jelent, hogy 43-45 ezer évvel ezelőtt megjelent itt Európában egy ősnép, egy nép. Igen. Éltek itt, amúgy, de a neandervölgyiek voltak többségében, és ez a nép belakta teljes Európát, többek között a Kárpát-medencei területet is, és ők rajzottak ki több rendben, úgy 8-10 ezer évvel ezelőtt és 4-5 ezer évvel ezelőtt keletre is átmenek, Amerikában is ott vannak, hát genetikai rokonaink vannak, mit tudom én, a Kalifornia Penut indiánok, a maják, a kecsuák, a dakoták, franciák, sziuknak hívják. De a mag az örökké a Kárpát-medencében volt, Európában, és közben még tanyát vett valahol, amit még nem sikerült kideríteni, valószínűleg az Ararát környékén, de lehet, hogy följebb, például a Karakum-sivatagban, ami annak idején nem sivatag. Itt hamarosan közben, bocsánat, hogyha jól tudom, a dakota népművészet gyakorlatilag teljesen beilleszthető bizonyos magyar népművészeti elemek. Nem úgy beilleszthető, ugyanaz. Ugyanaz. Tehát motivumok, rajzok, teljesen ugyanaz fönnmaradt. De szavak, dalok, stb. És abban azt tudja, hogy aki most ezt hallja, az a haját tépi, aki erről először nem hallott. Igen, tudom, de be lehet mutatni. Szóval ez olyan teljesen egyértelmű anyag, amin nem lehet vitatkozni, esetleg úgy csinálni, mint a Parasz bácsi régen, mikor mondták neki, hogy föld gömbölyű és forog, az nem lehet igaz, mert éjszaka lepotyognának a dinnyéim. Szóval ez nem lehet. És ebben a genetikának köszönhető több nagyon érdekes, például az, hogy a finnek nem rokonai, és az, hogy a finneknél mégiscsak van nem sokám, de nyelvi, nyelvtani vagy szó egyezések, az azt jelenti, hogy a nyelvünk olyan erős volt és olyan nagy hatás, hogy még távoli északi területekre is legyűrűzött. Na most a genetikai kutatások összegzéséből az derült ki, hogy ez az ősnép egyáltalán nem tűnt el. Miért tűnt volna el? Ma igen nagy létszámmal itt él Európában szintén, és ismétlem, ez doktor vagy akadémikus, a Szabó István Mihály kutatásának az összegzése. És ez a négy nép közül, tehát ez egy nép volt, de egy részük, nagyobbik részük elszlávosodott, olyan 4-5-6, talán 7000, szóval 6000 év körül, 6000 évvel ezelőtt. És ez a négy nép az ukránok, a lengyelek, a horvátok és a magyarok. Tehát mi valamikor ugyanazt a nyelvet beszéltük, de ők elvesztették a kőkori nyelvüket, egyedül mi őrizzük eredeti formájában ezt a nyelvet. Ez gyönyörűen tisztán bemutatható, és minden további hatása a kirajzások története, tehát keletre és nyugatra, tehát Amerikában is. De ön azt állítja, hogy ez egy mesterségesen létrehozott nyelv. Közben, bocsánat, hadd mondjam el, hogy amit a kedves nézők látnak, ezek a gyönyörű grafikák Kertai Zalán festőművész munkái,
és különböző magyar, illetve magyarral rokon népek általa elképzelt harcosai, portréi láthatóak a képeken. Ezeket időnként önök láthatják, igazából csak mint esztétikumot mutatjuk be, nem biztos, hogy szorosan kapcsolódik az éppen akkor elhangzottakhoz. Bocsánat, tehát ön azt állítja, hogy 30-40 szót találtak ki tudományos, akkori tudományos ítéllal, és abból nőtt ki gyakorlatilag egy petragozó nyelv. Amikről én beszélek most, ez nem újdonság. Egy-két dolgot én fedeztem föl, de a 19. század első felében, a reformkorban, a nyelvújítás idején ennek jó részét tudták. A Magyar Tudományos Akadémia gondozásában meg is jelent például a Cucor-Fogarasi nagyszótár, Cucor Gergely írta, és Fogarasi János fejezte be. Ott nyilvánvaló, hogy nagyon jól tudták, ott egy szó, és akkor ott volt, hogy ez a szó így, a szanszkritban ilyen alakban van, az ógörögben ilyen formában került be, az ókori latinban ilyen formában szerepel. És az, valaki ezt végigolvassa, teljesen nyilvánvaló, hogy a mi nyelvünk, amit ma mi beszélünk, az az ókor előtti, tehát iszonyú régi nyelv. És végül is ezt tette ez a nyelv, a mi nyelv, tehát amit ma beszélünk, tette kultúrnyelvé az ókori új felbukkanó népek nyelvét. Tehát nagy hatással volt. Cucor Gergely egyet nem tett meg, és az én felfedezésem ez. Leírja, tudik, a nyelv szavaink azok nem össze-vissza vannak, hanem gyökök, ugyanaz egy gyökökre épülnek. Tessék megnézni mondjuk egy angol-magyar szótár, vagy magyar, hogy kör, és akkor 15 oldalon keresztül körrel kezdődik, a körorvos is, meg a körömpörkölt is, pedig mély távoli fogalmak, és azért körrel, mert a legelvontabb lényege a kör, mert a köröm az kör alakú, a körorvos körbe jár, tehát mi így nevezünk meg valamit, míg az megnézők a szótár, az angol oldalon totál összevisszaság. Most Cucor Gergely írja is, hogy de mindenhova odaírja, hogy mit tudom én, tömedék, stb. De végén a címszó alá odaírja, hogy ez ugyanaz, mint a gyöm, csak kiejtésben tér el. Hát gyömöz, tömöző vagy gyömöző, hát nem ugyanaz. Csak másképp ejtjük, így, úgy, amúgy. És így kiderült, csak számolnia kellett volna, hogy valaki nekiáltott volna számolni. Kiderült, hogy hiába van 2400 gyök a gyökszótárban, mindegy gyököket átlagban 60, 40, 50, 60 féleképpen ejtjük, nagyon sok féleképpen, de ugyanaz a szó, csak most is meg lehet próbálni, tessék elmenni mondjuk Salgótarjánba, hogy ejtenek ki egy szót, vagy pedig Somogyba, vagy Szlokórógyra, egész másképp, de ugyanaz. És így derült ki, hogyha az 2400-et elosztjuk mondjuk 60-nal, az 40. Tehát ennyi ez a felső határ, tehát ennyi alapszóból áll a nyelvünk, ott van, meg kell számolni, ez nem bűvészkedés, hogy azt gondolom, bárki, de elővehet és megszámolja. És ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy nyelvünk kitalált nyelv. És mások bizonyítéka is van természetesen. Természetesen, hát ez egy könyvben itt benne vagyon. Tábor Nemes Kürti tanár úr mondta, hogy minket azért nem kedvelnek Európa népei, mert egészen másképp beszélünk, és egészen más a lelkületünk. Visszavezethető ez valamiféle szkíta? Szerintem mindenféleképpen, ugyanis a nyelv a lelkiség kifejezője, most én nem szeretnénk a Csabának a területére belekontárkodni, tehát a nyelvészeti részt én nem említeném, viszont ha mondjuk így, hogy egy ilyen néplélekkel próbáljuk ezeket a rokon népeket jellemezni, akkor a szkíta hun magyar néplélekre nem csak ez a lovasnomád életmód és éles stílus jellemző, hanem egy nagyon összetett kultúra, ami összefoglalja ezeknek a népeknek a közös eredetét. Itt nem csak a mítoszra gondolunk, ami a csodaszarvas legenda az elég közismert, az szinte minden ilyen rokon népnél megtalálható, hanem ugyanúgy a díszítő művészet szerintem egy nagyon lényeges eleme a rokonsági mutatónak, tehát ez is a néplélektnek az egyik kifejeződési formája. A,
turáni magyar ornamentika története, ez a Huszka József könyve, az nagyon szépen bemutatja a sumérok, a szkíták, a magyarok, az avaroknak mondott magyaroknak a művészetét. Itt egy zárójeles megjegyzés, hogy ugye amióta van a Heribert Illik féle kitalált középkor elmélet, azóta a krónikákban szereplő leszármazási vonal, ami Álmost visszavezeti Attilához, Bendegúszhoz, ez teljesen a helyére látszik kerülni, mert ez a 150 év, ami így adódik, hogy ugye Attila halála durván most a kerekítve 450, és a hazatérés az 900, akkor a köztelévő 450 év egyből 150-re csökken, ha ezt a 300 évet az egész karolinkorral kidobjuk a kukába, hogy Illik javasolja. Tehát ez a 150 év utána már egész jó visszavezethető Álmostól egészen a hunokig, Attiláig, tehát hun magyarokig. Ugyanakkor maga a krónikás irodalom is mind azt említi, hogy a magyarok, azaz hunok, akik Szkítiából visszajöttek. Tehát a írott forrás is alátámasztja ezt. Tehát akkor beszéltünk már a nyelvről, az írott forrásokról, a díszítő művészetekről. Nagyon lényeges szerintem még a vallásnak a témaköre, ami megint csak egy közös eredetet tételez föl, és itt még a sumér korig is nyugodtan vissza lehet utalni. Hát az emes álma mítoszt azt például mindenki többé-kevésbé ismeri. Na most a sumér megfelelője annak az, hogy volt egy emes nevezetű, vagy az emes nevezetű főpapnő, aki gyakorlatilag a király lánya. Ő az, aki az ikkurátok tetején bizonyos alkalmakkal találkozik egy égi madárral, Endil küldöttjével. Ez az égi madár érdekes módon a turulú, azaz a mi turulunk. És akkor így születik meg a sumérotnak a szakrális királya ebből a názból, ami a sumér égi eredetet, a folytonosságot biztosítja. Ugyanígy az emes álmában a turul madár, aki megtermékenyíti emesét, és megszületik ezáltal Álmos. Itt is az égi eredet és a fényhozó szerepkör lép életbe, tehát megint csak egy párhuzam, ami a mitológián és a legendán keresztül élő. Aki nincs teljesen ezekkel a fogalmakkal, illetve eredetmagyarázatokkal tisztában, annak azért még magyarázzuk el, hogy azt mindenki tudja, meg ezt iskolában is tanultuk, hogy a kínaiak a nagy falat a hunok ellen építették. De hát azért itt földrajzilag több ezer kilométeres eltérés van, úgyhogy akkor arra kéne, Gábor, hogy ezt is magyarázd meg. Tehát a hunokat, a Krisztus előtti idők hunjait, a Himluknak említik az írott források. A Himluk valóban a kínai nagyfaltól északra eső területeken éltek. Volt egy legendás tanhújuk, nagyfejedelmük, a Mantu, aki egy elég erős hun Himlu birodalmat hozott létre. Ez az a hun birodalom, ami a későbbi terjeszkedés során folyamatosan nyugat felé vonult, vagy jobban mondva terjeszkedett, tehát a határait egyre inkább tágította. Létrejött a keleti hun birodalom, nyugati hun birodalom, és a nyugati hun rész. A fehér hunok, illetve a fekete hunok magukat azt hiszem így nevezték. Igen. Szóval nyugodtan. Ehhez hozzá kell tennem, hogy nagy trükkökre ad lehetőséget az, hogy a történelmírás úgy adja elő, hogy ez egy nép. Tehát, hogy ha most hunokról van szó, akkor nincs más. Uh-huh. Ez a nagy trükk, hogy mit tudom, hogy a finnugor, akkor nincs más. Közben a történelmünk nem egy szálon fut. Tehát például a palócok történelme az nem az, mint a hunok történelme. Egy nép vagyunk. Egészen más és gyönyörű nagy története volt. Az ugorok története megint más történelme, megint más. Egész más a körösiek, egész más a szokások. Tehát mi sokféle nép vagyunk, egy szokású, egy kultúrájú, egy nyelvű nép, de ez összezavarja az emberekben a képet, hogy most hunokról van szó, akkor elfelejtjük a palócokat. Nem. Ez is egy történelmi ág, a palócok történelme is egy másik történelme, Jászoki megint egy másik történelme, egy nyelvű, egy szokású, egy műveltségű nép.
ahogy ma például az osztrákok meg a németek. Tehát nem szabad egy ágon elindulni, hogy csak... Bár ezek ellenőr tiltakoznak. Nem szabad csak az egyik ágon menni, és akkor azt mondani, hogy többi nincs. Ezzel élnek vissza jelen pillanatban azok, akik nem tudottan kedvelik, hogy mi itt vagyunk. Tehát a hun az utolsó népeink között utolsó nagy nép, amelyik igazán felemelkedett, de nem csak ők vannak. És így akkor érti meg az ember igazán, hogy a palucok azok nem arra jártak leginkább. Vagy hogy kevered meg bele a dél, tehát a Mezopotámia, tehát a Kaukázus alatti rész, egyiptomi terület, hogy keveredik ide. Sokféle népről van szó, azok mind mi vagyunk, és most utolsó menedék várként itt összeszorulva mindannyian. Tehát akkor ezt az első részt zárjuk le azzal, hogy ez a sok rokon nép, illetve ami a népvándorlások után, illetve a nyugatra húzódás után megmaradt. Ezekből a kis rokon népekből, akik a mai napig is föl lehet fedezni, van a palócok és a jászok között, az alaiak között, illetve a különbségek között. Igen. Csodálatos különbségek vannak, aki ért hozzá, az még arcból is megmondja. Sok ember eltérő történelmet, csak hogy van egy nagyon fontos, mi összességében az örökké a Kárpát-medencében maradtak nyelvét beszéljük ma. Akkor innen folytatjuk, jó a hírek után, köszönöm szépen. Kedves nézők, két vendégemmel régmúlt magyar időkről beszélünk, amelyek talán hun idők voltak, még régebben szkíta vagy szitja idők, és még régebben pedig egy egészen furcsa ősnépnek az ideje, amelynek, ha minden igaz, a mai napig is a nyelvét beszéljük, illetve mi magyarok őriztük meg. Egyik vendégem Varga Csaba, kőkori műveltségkutató, másik vendégem pedig Kárpáti Gábor, a hun ide a szellemi alkotóműhelytől. Szóval ott tartottunk, hogy palócok, jászok, székelyek, csángók, kunok, mind-mind magyarul beszélő, a mai napig is nagyon jól megkülönböztethető embertípusok, magyaroknak mondjuk őket, sőt, 1200-as évektől nevezzük egységesen magyaroknak őket. Tehát nem magyarok, az csak a magyar nembéliek uralkodtak, és akkor ezek ők révükön mindenkit egységesen magyaroknak nevezünk, de nem magyarok. A magyar nembéliek az egy következő rész. Amikről eddig beszéltünk, ezekkel a népcsoportokkal kapcsolatosan mindegyik meglehetősen szubjektív valami. Viszont, hogyha elfogadjuk ugye azt, hogy a genetika az nem szubjektív, akkor itt említsünk meg két érdekes dolgot. Az egyik a jászokkal kapcsolatos, illetve az irániakkal, de nem én akarom elmondani, a másik pedig a csángókkal. Jó, kezdjük akkor a jászokat. Igen, hát a jászoknak a genetikai azonosságuk az tulajdonképpen az iráni perzsa térségre vethető vissza, a székelyeknek, csángóknak pedig a mostani legfrissebb genetikai vizsgálódások alapján a hun leletekkel azonos, vagy nagyon azonos a kimutatható genetikai távolság, tehát inkább genetikai közelséget lehetne mondani, még ugyanez a finnek esetében hát elenyésző, amit gyakorlatilag mondhatunk nullának is. Tehát ez a fajta népcsoportbeli közelség, ez maximum csak a nyelvi rokonságnak egy bizonyos fokáig vezethető vissza, de semmiféleképpen nem genetikailag. Én még egy gondolatot szeretnék itt a Csabának a több népcsoport elméletéhez úgy hozzátenni, hogy van egy olyan elképzelés is, miszerint a hunok így összességében véve a harcos törzsek, harcos nemzeteknek a közössége, és a magyarok, amiket így kifejezetten magyarokként említenek, az pedig a papi rétegnek a közössége, tehát ez a kettős uralkodói rendszer, ami nyomon követhető a hunoknál Attila Buda esetében, vagy a mítoszok esetében, a ős mítoszunkban a Hunor-Magor ugyanez, vagy az Árpád-Kurszám az ugyanez, tehát hogy van egy harcos réteg, és van egy szakrális király, és van egy végrehajtó király, ami ugye a magoritáltosok, a magnépe, az ősi tudás hordozóinak a tudását valósítják meg a gyakorlatban. És ennek a kettőnek az összessége, vagy a kettőnek a szövetsége hozza létre azt a hun-magyar közösséget, ami aztán utána tud terjeszkedni, és tudja a tudást is, és a területi befolyásoltságot is elterjeszteni. És ennek a másik nagyon fontos eleme, hogy a közvetítő nyelv az a magyar. Mert a magyar tudja leginkább kifejezni mindazt a szakralitást, amit esetleg a környező népek
tudtommal nem annyira. Tehát még ma is mondják azt, hogy a magyar az a mai élő nyelvek közül, amelyik az élő nyelvek közül a leginkább szakrális tartalommal bír. Sőt, a Csaba azt mondja, hogy a mag népe az valami hegyek népével. Hogy úgy tűnik, hogy folyamatosan létezett egy népcsoport, amelyik hivatással érezte a tudás őrzését, bővítését és terjesztését. És elég szép számmal gyűlnek az anyag vagy az adatok, hogy ezeket tulajdonképpen folyamatosan úgy nevezték, hogy a hegyek népe. Hegyen értek. És az végül is úgy tűnik, hogy ez a nyelv, ez a gondolkodás volt őhozzáig tapad. De hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy a nyelv, amit mi beszélünk, az alapvetően Európában őrződött meg. Teljes Európa nyelve volt, még az ókort megelőző időkben. Így adatik, hogy például az ógörök, tudom, hogy sokan tiltakoznak, de hát nem én mondom elsőként egyáltalán, nem, hogy az ógörök, meg a latin nyelv is ebből a nyelvből vált kultúrnyelvé. Tele van az ókori görög, meg a latin nyelv a mi szavainkkal, kifejezéseink egy egész nagy csokor, de Európa összes nyelvében nagyon sok maradvány van, ezt bizonyítomban mutatom be, ha első kötet, másodikban aztán majd nem lesz le. Tehát, hogy innen zajlott mindig a kisugárzás különös módon, és ez a magyarázata annak, hogy minél távolabb megyünk a Kárpát-medencétől, én az íráson keresztül fedeztem ezt föl, hogy az írás jelek, tehát a jelsorozat, akármerre is távolodunk, a távolságban arányosan romlik a formavilága. Ugyanígy a nyelvünk is. Egész különös, mint amikor földrengés van, és az epicentrumtól a jel erőssége romlik. És meg is csinálok hamarosan egy nagy térképet, és ott bemutatom betűket, rakom, és látszik a távolsággal arányos romlás, tehát hogy a központtal minél inkább elvesztik a kapcsolatot, annál inkább romlik. Mivel magyarázható akkor az, hogy van egy Dakota gyermekmondóka, amely gyakorlatilag teljesen... Nem, az egy szentének. Az egy szentének? Bizony, tűzgyújtásnak, a Istenhez fohászkodnak akkor. Kedjel, Csaba, mert most nekem nem tudok énekelni. Nem, de csak a mondókát. Megvan megrakják a tüzet, mégis elaluszik. De ez ugyanezt éneklik, de olyan szöveggel, meg hát átrakva, meg mai kiejtése nem egészen stimmel, hogy rakatulja a vizet, íj a füsti hezod. Hát, hogy rakatják a tüzet, íj a füstje hozzád. Igen. De ugyanígy a kettő az kette, a legyen az hetyen. Szóval ilyen... Nem lett véletlen? Nem. Nincs véletlen. Tudom. Nem lehetséges, mert nem csak a hangzásba kell egyezni, hanem ha jelentésben is egyezik, akkor kizárható. De a genetika is kimutat, szóval a genetikailag is tudjuk, hát hogy az északi indiának és a déli különböző korokból, hát azok is ugyanez az ős nép, ugyanaz a kecsua indiának. Én hallottam bizonyos Móricz úr, hogy 30-as években Dél-Amerikába járt, és hogy elég normálisan el tudott beszélgetni az ott a kecsuákkal magyarul. Na mondom, ez azért túlzás nekem. De egy fél éve kezembe került egy kecsua szószedet, azóta megadtam magam. Ugyanezt fedezte föl Simon Péter, mint Móricz. Simon Péter Észak-Amerikában, nagyon szépen. Tehát egy ősi köteli. És a sumerok? Az a 8000 évvel, 8-9000 évvel ezelőtti nagy kihagyzás. Bocsánat, itt a nézőknek mondom, hogy iszonyatos nagyokat ugrunk időben is, és térben is. Csak az időben megkérdezem. Bocsánat, ez zárójeles gondolat, csak így említette Csaba azt a ima részletet, ugye? A sumér magyarnál is megvan ugyanez a párhuzam, ez a lantantén szóratatén, az ugyanúgy egy sumér eredetű nap himnusz rész. Tehát aztán vissza is adom. Dürriken egyébként pedig kiszámoló nóta mondóka volt gyerekkoromban, mi számoltuk így. Hát én Somogyban nőttem fel, engem a bába hozott a világra, babba, a nagy boldog asszony. Igen. Sumériából.
Ürinckét játszottunk, az ősi sumér játék. Így számoltuk ki Anton Ténusz. Tehát egyszerűen olyan nyilvánvaló ez a szellemi kapcsolat. Csak hogy alapvetően az első kapcsolat az a legrégebbi, tehát olyan 8-9 ezer évvel ezelőtti kirajzás eredménye, és nagyon jó az írásbeliségen, nagyon jó látni, hogy valahol félúton a Tári mezen, tehát Kína és Kárpát mezence között ott egy nagy szellemi központot létrehoztak, nem tudom hol, valószínűleg az Ararát környékén, és onnan terjedt aztán át le Mezopotámiára, tehát egyszer leereszkedtek is Egyiptomra, tehát ez a nép hozta ezt létre. Csak ilyen furcsa bizonyítékai is vannak, hogy például az egyiptomi és a sumér aranyleletek, aranyak, az nagyon jó kimutatható, mind a Kárpátokból van. Mármint az arany származása? Igen, azt így bányázták. Tehát, hogy de ezért bizony nyelv is, például Borbola Jánosnak bizonyítható, hogy a tudomány nyelve Egyiptomban, az ókori Egyiptomban az volt, amit mi ma beszélünk. És nagyon szépen hangzik. Elképesztő dolgot ezek azért. Igen, de ugyanígy már látom előre a támadásokat, amelyek a műsor után a televízió ellen megindulnak. Szokatlanok ezek, de előbb-utóbb át kell törni. És még egyszer mondom, ezt 19. század elején ezt nagyon jól tudták. Sőt, hát ugye, ami nagyon-nagyon fontos, és Tábor beszélt róla az ornamentikáról, de nem csak az ide kapcsolódik a magyar népléletben megmaradt magyar mondáink, magyar meséink, azok is teljes átfedésben vannak az itt elhangzottakkal. Tehát vajon miért van az, hogy ugyanakkor, tudom, hogy miért van, persze, csak megkérdezem, hogy mindenáron, most már talán nem annyira mindenáron, de jó sokáig mindenáron ezt megpróbálták elnyomni, elhallgatni, megváltoztatni. Ezt lehet, hogy a nézők közül nem mindenki tudja, hogy maga a finnugor elmélet hivatalos átétele ez a 1870-es években született meg, amit Refolt Ágoston miniszter rendeletileg kiadott, tehát hogy onnantól kezdve az iskolákban, a kutatóintézetekben ez volt a hivatalos vonal. Most Refolt kijelenti azt is, hogy tudja, hogy ez a tudományos, akkori tudományos nézetekkel homlokegyenest ellenkező, de itt politikai döntésről van szó, nevezetesen az, hogy nyugati rokonságra volt szüksége, akkoriban a magyar vezetésnek azt hitték, hogy ettől majd valami jobb lesz, hát azt láttuk, hogy mennyire lett jobb, és hogy napjainkban is ettől mondjuk mennyire lenne jobb vagy nem. Minden esetre a finnugor elmélet ezt a fajta politikai döntést támasztja alá. Tehát a valósághoz olyannyira van köze, mint általában az ilyen politikai jellegű döntéseknek is. Hát itt megjegyezhetjük azt is, hogy akik a finnugor elmélet a nyelvészeti részét kitalálták, azok jó darabig 30 éves korúti Budentról beszélek, nem is beszélt magyarul egyáltalán. Igen. Hát sajnos azt is pontosan megállapította, hogy ők magyar gyűlölők voltak. Tehát le is írták, tehát erre vannak a igen. Is. Dördorfer is. Igen, hogy akkor igen. Hát viszont minden azonnal érthetővé válik, hogyha látjuk, hogy ez a nyelv, tehát a mi műveltségünk, nyelvünk a kőkorból származik, szétrajzott, és bárhol, az egész világon, ám akárhol kapirgálunk, előbukkannak általunk érthető szép szavak. Hát ez a titka, hogy ez szétterjedt, ez volt a műveltség nyelve az ókorig, de az ókor is erre épült rá, és azért olyan fontos elfelejtetni a régit, az eredetet, mert akkor úgy tűnik, hogy a jóságos tündéri hip megteremtette mondjuk a görögöket, szóval mintha nem lett volna előtte semmi, ugyanolyan volt az emberiség élete folyamatos, nincs törés. Azt a politikusok teremtik meg azt a láthatót. Igen, akkor itt kell beszélnünk a kommunizmusról, amely ugye teljesen át tudta venni ezt a fajta Habsburg gondolkodásmódot, mert teljesen alkalmas volt arra, hogy egy leigázott népnek az identitás tudatát a nulla szinten, vagy még az alatt is tartsa. És hát ezt még a mai napig is azt gondolom, hogy nyögjük. Ennek egyik oka az, hogy úgy beszélgetünk erről itt, mintha hát nem is tudom, hogy a szentségtörés számba megy az, hogy itt mi erről beszélgetünk, de hát nagyon remélem, hogy ez rövidesen megváltozik. Bocsánat, Gábor. Csak még egy gondolat ehhez, hogy például annak idején, amikor a nyugati tudósok elkezdték a sumér leleteket föltárni és kutatni,
akkor nagy ovációval és lelkesedéssel mutatták be, hogy milyen csodálatos ez a sumér kultúra, milyen gazdag műveltséggel rendelkeznek, hogy milyen szakrális nép volt, és elkezdték keresni azt, hogy ki tudna hozzájuk csatlakozni, tehát ki tudják visszavezetni magukat, a sumérokat. És érdekes módon nem nagyon sikerült. Egy-két objektívabbnak mondható tudós az felfedezte, hogy a magyar nyelvvel és a magyar műveltséggel áll a legszorosabb kapcsolatban, na onnantól kezdve ilyen kampányszerűen elfelejtették a sumér kultúrát, és talán az egyik francia kutató aztán meg is említette, hogy azt nem engedhetjük meg, hogy a turáni fajta vitorolja el a sumér eredetet. Az ilyen hatalmi harc, hogy kiderült, hogy nem lehet bizonyos kis-ázsiai népeknek odaadományozni a sumori kultúrát, akkor kitalálták, hogy ez kitalált nyelv, ez nem is igazi, szóval ilyen politikai botrányok tömkeleke. Most hát még mert válaszhajtó konklúzióféleséget levonnánk, ide illik egy ebben a műsorban régebben tárgyalt könyv, a hun mitológiának az összefoglalója, az Arvis uráról van szó. Amikről beszélünk, hogyha az ember az Arvis urát elolvassa, akkor nagyon sok átfedés van, de nem teljesen. Mi erről a vélemény? Az Arvis úra egy költemész, egy mitológia, nem lehet a részleteit elemezni, mert ezt sok minden kiderül, hogy nem egészen úgy volt. Az egy mondavilág, ami nagyon fontos, szép leírása, hallomásból, kitalációk összeállításából egy gyönyörű hősi világnak. De nem kell a részleteit kutatgatni, az ez egész együtt igaz. De az ősi egynyelviség például az Arvis ura szerint is. De nem csak abban van, hanem sok más egyéb irodalomban ez szerepel. De ehhez még hadd tegyem hozzá, hogy egyáltalán nem hangsúlyozza senki, hogy például Shakespeare műveit ma le kell fordítani, hogy az angol egyszerű publikum megértse. Mondok egy akkora korabeli verset, vitézek, mi lehet a széles föld felett, szebb dolog az végekni, és tovább. Gyönyörűbb, mint ma, tisztább. És ez a fontos, hogy ezt kell tudni a magyar nézőnek, hogy az a nyelv, amelyet ma angolnak nevezünk, 1000 éve még nem volt. Az a nyelv, amelyet ma franciának, vagy németnek, vagy olasznak nevezünk, 1000 évvel ezelőtt még nem volt. Magyar pedig ugyanilyen volt. Ugyanezt tudom mondani, vajon melyik Európa legrégebbi országa? Hát Magyarország. Ezek pár száz éves országok. Nem volt Németország 500 vagy 1000 évvel ezelőtt, nem volt Anglia, egyik se volt. Tehát egyszerűen mindenben látszik a mi itt létünk ősisége. Csak ezt nem mondják el, mert a környező népek érzékenységét esetleg sérti. És akkor mindig valahogy az jut eszembe, hogy ha ezt az iszonyatosan kemény magot valami össze tudja törni egyáltalán, bár hiszek benne, vagy reménykedem benne, hogy nem, akkor az mégiscsak a politika lehet. Ugye a csángók kapcsán beszéltünk arról, és most lehet, hogy egy kicsit elkanyarodok, de azért szeretném a véleményüket hallani. Csángók kapcsán beszéltünk arról, hogy ugye genetikusok is kimutatták, hogy ők nem jöttek sehonnan. Tehát valószínű, vagy elképzelhető, hogy ők azok, akik itt egyfajta ősnépként a Kárpát-medencéhez köthetőek. Mégis a csángók nagy része már nem beszéli a magnyelvét, hanem románul beszél. És ezt hívják politikának. Nézd, erről lesz mondat. Elég szomorú. Szomorú ez a tény, de én bízom abban, hogyha ennyi viszály közepette, azért ami a történelem során bennünket ért, és ennyi csapás közepette, meg tudtuk tartani a nyelvünket és a kultúránkat, akkor ezután is meg kell, hogy tudjuk tartani. Tehát én optimistán tekintek a jövőbe. Nem is tudom, ki mondta azt, hogy amíg a magyar nyelv és a magyar kultúra él, akkor is tovább fog ez származódni, ha egyetlen egy magyar vagy székely, tehát magyar marad. Úgyhogy miért nem maradna? Berzsegyi Dániel írta azt, hogy utána nézed, de hát akkor már sokan kutatták a reformkorban, hogy az egész óvilág összes nyelvinek gyökere és anyja a magyar. Ma az akkori magyar nagyszótárban benne is van világosan.
Én azt gondolom, szóval mi az a nyelvünk, kultúránk, gondolkodásmódunk egy élő dinoszaurusz. Tényleg elmegy 40-50 ezer évvel ezelőtt, és hogy mikor kezdődött, nem tudom. És erre épül a teljes nyugati kultúra. Szóval az a szörnyű helyzet, hogy a kopasztja kutyuk génbankját, vagyonokat költenek rá, meg az ILO-ra, meg a tevére, meg mindenre, de ami a szellemiséget adja, ami annak a génbankja, az a mi nyelvünk bizonyan, azt nekik úgy kéne védeni, mint a hímes tojást, mert ez elbukik, akkor a nyugati kultúra is leáldozik. Szóval mi a mag, mi vagyunk ezt. El kell hinni, gyönyörűen látható. És hogyha ezt tudjuk, akkor fennmaradunk. Ez a hivatásunk. Azért még van 3 percünk. Albis úrára még egy gondolat, csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, nem megtáfolandó, csak mondjuk így másik oldalról megközelítve, hogy ugye tudjuk, hogy az indiaiak az óint kultúrában, a védákra visszavezetve, az egész világ elismeri, hogy itt az emberiség őstörténetét lerögzítik a védákban, a Mahabharátában, stb. Én úgy gondolom, hogy az Albis úrra ez a magyar megfogalmazása ennek az emberiség eredetének, ami nem csak 10 000, hanem lehet, hogy 100 000 vagy millió évekre terüldik vissza, és egy olyan fajta mítosz gyűjtemény, amit talán nem szóra kellene érteni, mint ahogy az összes mítosz legyen szó suméről, indiairól, japánról, bármiféléről, ez nem a szó szerinti megfeleltetés szerint lehet megfejteni, hanem annak egy sokkal mélyebb kozmikus, kozmogóniai szimbolikája van, és az Albis úrra ebből a tekintetből egy olyan kincses bánya, hogy szerintem ez még hosszú-hosszú időkig egy kutatási terület lehet arra, hogy a mi magyar megközelítésünket a világ teremtésétől kezdve egészen napjainkig kibányászunk belőle. Nyelvükből visszafejthető a kezdet. Minden földgyűlem lett 10 000 évek alatt, és olyan gyönyörűen felbontható, kibontható belőle minden. Hát ha nem bizonyítja be a harci műkönyvben, igen, ami itt a kezemben van. Még annyit hadd mondjak el, kedves nézők, hogy láttak csodálatos képeket, grafikákat, amely ugyan elsősorban a mi katonai fölényünkről szólt olyan formában, hogy ugye ez a fajta népcsoport kép zseniális dolognak köszönhette a katonai fölényét, illetve azt, hogy gyakorlatilag annak idején hát nem csak a tudást terjesztettük el, hanem rettegtek tőlünk, az egyik a visszacsapói volt, a másik pedig a lovak, illetve a kengyek, amelyek hát még nagyon-nagyon sok minden. Egyéb mellett nagyon kevesen tudják, hogy a fehér neműtől kezdve a kocsiig. Ezek mind magyar találmányok, de most ebben nem menjünk bele, mert nem ennek a műsornak a része. Szóval azt gondolom, hogy nem jutottunk egytől a 10-ig el, mert nem is akartunk eljutni. De nagyon reménykedem abban, hogy azok, akik azt hitték, hogy mi valahonnan menekültünk, valakik elől menekültünk, és a történelmünket pedig, hát mindig a minket legyőzőek, vagy ideiglenesen legyőzőek írták meg, és azért ilyen a történelmünk, vagy azért tanuljuk ilyennek, amilyennek most hisszük, hát ott egy kicsit fölébresztettük az érdeklődést, és nagyon köszönöm két olyan embernek, aki elfogadta a meghívásomat, hát akik az egész életüket vagy a munkásságukat annak szentelik, hogy ez az ébresztő, amiről én beszélek, az egyre hangosabb legyen. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Köszönöm.